Gabika, gyere már, benne leszünk a tévében! A Magyar Labdarúgó Szövetség 2012-ben elindította az országos pályaépítési programot. Az első év végéig 72 műfőves pályát adtak át. Nekem ez a sportok sportja. Na mond csak, mi a pálya, ha hívnak menni kell. Régóta nincs kiú, csak labda és fiú. Lazán kell mondani? Hát olyan, ami az egyéniségedből fakad, tehát ez nyilván lazában nem. Annyira nem vagyok laza. Nem? Nem, de el tudom mondani. Ahogy jól esik, jól tetsz? Na mi a pálya? Na mi a pálya? Szerintem a gyerekeknek ez nagyon nagy lehetőség. Sajnos iskolánkban 210 gyerekből 170 hátrányos helyzetű gyerek van, és 100 halmozott a hátrányos helyzetű gyerek. Tehát nem az van, hogy hazamegyek, aztán a PlayStation meg a számítógép, nincs lehetőségük. Talán egy bőrlabdát összeszednek, és akkor bárhol rúgják a bőrt. Most itt van ez a pálya, megpróbáljuk őket minél többet játszatni rajta, motiválni. Lehet, hogy ez egy kiugrási lehetőség lesz egy-két zagyvarékasinak, hogy ebből talán meg tud élni, vagy egy szakmát tudunk neki adni. A szolnoki női felnőtt labdarúgó csapatnak is én vagyok az edzője, és itt most elkezdtünk az iskolába a kislányokkal is a labdarúgást, úgyhogy már bő másfél hónapja fociznak a kislányok is suliban. Az a lényeg, hogy mi élvezzük. Hogyha a fiúknak ez nem tetszik, de nekünk tetszik, nem. Ez van. Eddig még igazán nem volt lehetőségünk csak a tornateremben edzeni, de most a jövő héttől már meg van beszélve a kislányok, hogy jövünk ki a műfüves pályára, úgyhogy biztos, hogy kézzelfogható eredménye lesz már tavasszal ennek. Legalábbis reméljük. Igazából úgy kezdődött, hogy én megtiltottam neki, hogy eljöjjön, mert én mazsorettezek is, meg minden, aztán nem szeretem, hogyha néznek közben. Meg lett tiltva, eljött, de igazából annyira nem bánom. Hát én mondtam neki, hogy én eljövök, én megnézem a meccsét. Meg el tud engem látni hasznos tanácsokkal, valaki bekölti a cipőmet. Most nagyon profin be lett kötve. A gép fognak ott következni. Igen, nem sokára. A konfliktus kezelő képessége más a lányoknál. A férfiak azok elintézik egyszerűbben a problémájukban, a lányoknál ez hosszabb ideig tart és nehezebben kibogozható. Vannak olyan gyerekek, akik két éve abbahagyták, és most, hogy itt van a műfős pálya, újra akarom kezdeni focizni. Igazából ami nekem nagyon nagy dolog volt, az én is egy pici faluban indultam el, és nekem akkor egy NB3-as labdarúgó csapathoz sikerült kerülnöm, és ez nekem akkor a lökést adott, hogy lehet kis faluból is jó csapatban futballozni. Nekem ez nagyon, illetve az ott eltöltött 3 év, ami szép volt. Na mi a pálya? Jó? Nem jó? Nem jó. Nem jó. Nem jó. Jó, akkor csak reméztem, hogy jó-e. Na mi a pálya? Na mi a pálya? Na mi a pálya? Na mi a pálya?